gombafeldolgozó épül Nagykállóban, 10,5 milliárd forintból épül a közel 300 embernek munkalehetőséget biztosító új komplexum. Nemzetközi elismerés, a Tuzséri Pálinka Manufaktúra nemzetgyőztes címet vehetett át a világ egyik legismertebb megmérettetésén, az Ausztriában évente megrendezett nemzetközi desztilláta párlatversenyen. 10-ből 3 magyar érintett, Magyarországon évről évre nő az allergiás megbetegedések száma. Tíz és fél milliárd forintból épül új gombaipari komplexum Nagykállóban. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! A komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ közel 300 embernek biztosít majd munkalehetőséget. A korszerű, környezetbarát rendszer az év minden szakában európai minőségű és mennyiségű áru előállítását teszi majd lehetővé. Nagykállóban hamarosan újabb nagy beruházás veszi kezdetét. Olyan gombaipari komplexum jön majd létre, amely a legkorszerűbb környezetbarát termesztési rendszert alkalmazva képes az év minden szakában azonos mennyiségű és minőségű, európai szintű értékesítő láncokat kiszolgáló árut előállítani. A Fungária Bio ZRT beruházásának ez az egyik fő célja. Teljesen magyar tulajdonban lévő ZRT-ről beszélünk, mely 2014-ben alakult, és azóta folyamatosan dolgozunk ennek a projektnek a finomítását, finomhangolását, hogy minél inkább a piacnak a igényeit le tudjuk követni, amikor a gyár végleges átadására sor kerül. A beruházás több forrásból tevődik össze. Az LKD-s projekt összege több, mint 8,5 milliárd forint, amelyből több, mint 2,5 milliárd forint LKD-s támogatás, több, mint 5 milliárd pedig beruházási hiteligény volt. A teljes projekthez tartozik két vidékfejlesztési programon belül megvalósuló, közel 2 milliárd forintos részprojekt is, amelyek több, mint fele támogatás. Így a teljes projekt végösszege több, mint 10,5 milliárd forint lesz. Ez közel 300 embernek biztosít majd munkalehetőséget. Egyrészt közel 300 új munkahelyet létesít, másrészt pedig integrációba is lesz termelve az itt feldolgozandó gomba. Tehát ez a cég, amely ugye megvalósítja ezt a több milliárdos beruházást, abban gondolkodik, hogy közel 100 család van a gomba termesztését meghonosítja, és ilyen formán családonként egy olyan 5-6 millió forintos plusz jövedelmet tudnak majd ezek a családok a gombatermesztésből realizálni reményeink szerint. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés is bekapcsolódott a nagykállói beruházásba a foglalkoztatási paktumon keresztül. Ez olyan pályázati lehetőséget jelent a programnak, amelyek képzési és átképzési lehetőséget, valamint foglalkoztatási támogatást tudnak biztosítani a gombakutató központnak. Azért tartom különösen jelentősnek a megyei foglalkoztatási helyzet szempontjából ezt a programot, hiszen olyan munkaerőt igényel, amely a közfoglalkoztatásból viszonylag könnyen átviheti az embereket a versenyszférába. Tehát nem egy olyan gépgyártásról vagy feldolgozóipari munkaerről van szó, amely komolyabb szaktudást, illetve komolyabb rákészülést igényel. Ez egy betanított munka, amely révén nagy tömegeket, viszonylag képzetlen embereket is be tudunk vonni ebbe a foglalkoztatási programba, de ez már piaci munkahelyeket jelent. A megyében tapasztalható folyamatosan növekvő munkaerőhiánynak az egyik oka, hogy egyre többen akarnak dolgozni, vagyis egyre pozitívabb az emberek munkához való hozzáállása. Rájuk épül a gazdasági fejlődés is, rájuk épül az a tudásgazdaság, ami megtelepült itt a megyében az elmúlt években, hiszen ma már nem csak az alapanyag előállítás és a kis hozzáadott értékű tevékenységek jellemzőek erre a megyére, hanem bizony világszínvonalú iparágok is felfedezték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, de mégis, hogyha néhány mondatot a számokra szánunk, akkor talán az a legbeszédesebb, ha azt mondjuk, hogy ennek a megyének az ipari kibocsátása, az ipari teljesítménye az mintegy duplájára nőtt 8 év alatt, és ennek a fejlődésnek a dandárját az elmúlt 4 év produkálta. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 4 évben egy olyan ütemű fejlődés indult meg itt Szabolcsban, ami még az országos átlagot is e tekintetben meghaladta, tehát az ipari kibocsátás az rendkívüli mértékben nőtt.
A megye kitörési pontját így a mezőgazdaság és a hozzáadott értékelőállítás jelentheti. Ezt szolgálja majd a mostani beruházás is, ami lehetővé teszi, hogy 1 kg gombát nem néhány száz, hanem akár sok ezer forintért is lehessen majd értékesíteni a nyugati piacokon. De a fejlesztések itt nem állnak meg. Inkubátorházat építünk több mint 600 millió forintból. Itt helyi vállalkozóknak szeretnénk segíteni, vagy pedig újonnan induló vállalkozásoknak. 4 üzem kialakítása fog megtörténni, teljes infrastruktúrával, irodahelységekkel, szociális blokkokkal, a termelést segítő berendezésekkel. Lesz faipari vállalkozás, lesz műanyagipari vállalkozás, fémipari vállalkozás és logisztikai raktárat is akarunk létrehozni. Emellett Nagykáló egyik tanya részére utat építenek majd, ezzel is segítve az ott gazdálkodókat. Az általános iskola épülete is megújul energetikai szempontból. Ez a fejlesztés 400 millió forintból valósul meg, és folytatódik az útfelújítási program is. A pálinka nagyhatalomnak számító Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Tuzséri Pálinka Manufaktúra nemzetgyőztes címet vehette át a világ egyik legismertebb megmérettetésén, az Ausztriában évente megrendezett nemzetközi desztilláta párlatversenyen. A nemzetgyőztesnek járó érmet és oklevelet Szatmár Beregi pálinka lovag Komáromi János, a Tuzséri cég ügyvezetője vehette át. Az ausztriai desztilláta 2018-as versenyére idén mintegy 100 vállalkozást nevezett Ausztriából, Olaszországból, Magyarországról, Franciaországból és Horvátországból, de Hollandia, Svájc és Argentína is képviseltette magát. A 12 évvel ezelőtt egy osztálytalálkozón megálmodott két Szabolcs megyei barát vállalkozása, a Tuzséri Pálinka Manufaktúra is részt vett a megmérettetésen, ahonnan a nemzetgyőztes érmet hozhatta haza. Már 12-ben miénk lett az év Magyarország legjobb pálinkája, 14-ben már a világkupa legjobb pálinkája, és azóta is. Ugyanígy, ahogy a desztiláltán most is kaptuk ezt a nagydíjat, előtte már voltak aranyérmeink, a magyar versenyeken is mindig a legjobb magyar pálinkások között szerepeltünk, és ez volt a nem magyar megjelenésünk között a legnagyobb címünk. Ez az osztrák osztrák legnagyobb desztillált a pálinkaversenyen lettünk magyar nemzetgyőztes pálinka, ami ez azért különleges, mert itt az átlagtermékeinket vizsgálják, az összes beadott termékünket vizsgálva kapunk egy átlag minősítést, és ebben lettünk a legjobb magyar pálinka főzde. A manufaktúrában a minőség mellett fontos szerepet kap a környezetvédelem és az energiatakarékosság is. A gyümölcsmagok eltüzelésével például gőzt állítanak elő, amelyek segítségével működtetik a pálinka főzőgépeket. Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője büszke a Tuzséri pálinka főzőre. Mint mondta, egy ilyen nemzetközi siker nagy dicsőség Szabolcs-Szatmár Bereg megyének és az országnak is. A Tuzséri pálinka manufaktúra Ausztriában győztes lett. Ez egyrészt azért is siker, mert Ausztriában jobban megismerik a magyar pálinkát. A Ausztriától legtávolabb eső keleti vidék, keleti térségenek a választókerületnek a pálinkáját, amiknek azért él harcosa, úgy tetszik, a Tuzséri pálinka manufaktúra. Másrészt meg mindig egy kiugrási lehetőség a távolabbi nemzetközi ismertség és piacok felé. A képviselő az Európai Tanács tagjaként lehetőséget lát egy európai kulturális útvonal létrehozásában. Tilki Attila kiemelte, külön öröm volt számára, hogy a manufaktúra tulajdonosai partnerek voltak abban, hogy a Tuzséri pálinka főző a nemzetközi kulturális útvonal élére álljon. Baracsi Endre, a Szabolcs megyei értéktár alelnöke szerint egy ilyen világhírű díj nagy mértékben hozzájárul a megye turisztikai életéhez. Abból a szempontból egy külön öröm nekünk az, hogyha a pálinkáról tudunk beszélni úgy, mint minőségi termékről, hiszen ez a turisztikával abszolút összeköthető és ezer szálon kapcsolódik, hiszen hogyha valaki turistaként Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe látogat, akkor biztos, hogy a pálinkát keresi, és egyre inkább nőnek az igények, nem csak a szállás, nem csak a szolgáltatás szintjén nőnek az igények, hanem valóban a gasztronómia terén is, és minőséget szeretnének fogyasztani, és hogyha minőségi pálinkával tudjuk őket kínálni, akkor biztos vagyok benne, hogy egy idő után nem csak ők jönnek el, hanem hoznak magukkal vendégeket, és Szabolcs-Szatmár Bereg megye turizmusának ez egy újabb lökést adhat. A magyar főzdék kiválóan szerepeltek a desztilláta pálatversenyen. Magyarország összesen 58 éremmel a harmadik helyen végzett. 8 arany, 21 ezüst, 28 bronz és a nemzetgyőztes éremmel térhettek haza. Nyíregyházán a szocialista vezetés idején saját adóbevételből és állami támogatásból több iskola, óvoda és bölcsöde épült és újult meg.
hangsúlyozta Csabai Lászlóné, aki a szocialista városvezetés idején véghez vitt oktatásügyi intézkedésekről beszélt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP képviselőjelöltje kiemelte, a szocialisták 20 éves vezetése alatt minden évben legalább 3 iskola került be a 10 országosan legjobb teljesítményt nyújtó intézmény közé a saját kategóriájában. Csabai Lászlóné szerint az intézmények és az akkori vezetés kapcsolatát legjobban egy igazgatóhelyettes fogalmazta meg. Ő azt mondta, amikor 2011 végén, 2012-ben nyugdíjba ment, hogy azért mentem nyugdíjba, bár nagyon szeretek tanítani, mert nem szerettem volna elrontani azt a 15 évet, amit együtt dolgoztunk, mert az olyan szép volt, hogy mindent megtehettünk a gyerekeink érdekében. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés egy városvezetőnek nem kell, hogy bizonyítsuk, hogy egy jó együttműködés alakult ki az intézmények és a város önkormányzata között. Kormányváltó hangulat van Nyíregyházán, hangzott el az LMP, a Momentum és az Együtt közös sajtótájékoztatóján, amelyen a pártok vezetői úgy fogalmaztak, a kisebb pártok esetleges visszalépése is kevés lenne a váltáshoz, ha az MSZP és a Jobbik jelöltjei nem tudnak megegyezni. Mint mondták, a Momentum eddig összesen 6 jelöltet léptetett vissza, ezzel is támogatva a kormányváltást. A kisebb pártok képviselői arra kérik a választópolgárokat, hogy mindenki menjen el szavazni, és hozzanak értékalapú döntést a szavazófülkékben. A nagy ellenzéki pártokat pedig arra kérik, hogy kössenek megállapodást, mert ha ők egyességre tudnak jutni, akkor lesz igazán nagy szerepe a kisebb pártoknak. A nyíregyházi mérvadó közönkutatások szerint 60% kormányváltást akar Nyíregyházán. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a két nagy párt jelölt közül egy marad versenyben, hiszen én magam is és más kisebb politikai pártok jelöltjei csak akkor tudnak orientálódni, ha ez megtörténik. Óriási a felelőssége a szocialista pártnak is és a Jobbiknak is ebben a kérdésben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberölés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 25 éves nyíregyházi lakos ellen. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, amely szerint az egyik nyíregyházi vasúti pálya jelenleg használaton kívüli sínpárján rátaláltak egy férfi holttestére. A rendőrök megállapították, hogy a férfi bűncselekmény áldozata lett. A nyíregyházi rendőrkapitányság munkatársai a feltételezett elkövetőt a bejelentést követő egy órán belül azonosították, és nyíregyházi otthonában elfogták. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi találkozóra hívta 26 éves ismerősét a vasúti pálya mellé április 1-én este. Miután a két férfi együtt italozott, a gyanúsított bántalmazta ismerősét, és többször megszúrta a nála lévő késsel. A sértett az őt ért támadás következtében a helyszínen életét vesztette. Magyarországon évről évre nő az allergiás megbetegedések száma. A megbetegedés leggyakoribb okairól és a megelőzésről hamarosan. Előtte nézzük a híradó további témáit. Győzött és megőrizte 9 pontos előnyét a Nyíregyháza Spartakusszal szemben a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese az NB2 28. fordulójában lejátszott mérkőzésen Vári góljával 1-0-ra nyert a Vác ellen. 6 pontos győzelmet aratott a tehetséges fiatalok otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese 83-77-re nyert Budapesten, és sikerével fővárosi riválisát megelőzve fellépett a tabella 3. helyére. Magyarországon évről évre nő az allergiás megbetegedések száma. A betegség növekedésének okai között szerepel az urbanizáció, a levegőszennyezettség és az egyre több génkezelt élelmiszer fogyasztása. Az adatok szerint ma már 10-ből 3-an szenvednek valamilyen allergiától. Már az ókori Rómából is maradtak fent olyan dokumentumok, melyek korabeli allergiás megbetegedésekre utaltak, azonban ez akkor nem volt annyira aktuális probléma, mint napjainkban. Magyarországon az utóbbi években már szinte népbetegséggé vált az allergia. Erről dr. Csajbók Valéria beszélt 35 perc című műsorunkban.
Az allergológus elmondta, ma Magyarországon alig van olyan család, ahol legalább egy ember ne szenvedne a tünetektől. Ha egyik szülő szenved, akkor 30%, ha mindkét szülő, akkor 60% esélye van az gyereknek, hogy allergiás megbetegedésben szenved. Tehát a betegség mint egy újra termeli önmagát. A másik tényező ugye az urbanizáció, az egyre több génkezelt élelmiszer megjelenése, az egyre több levegőszennyezettség mind az allergiás megbetegedések kialakulásához vezet. Az allergiás reakciók során nem alul működik az immunrendszer, hanem éppen ellenkezőleg túlműködik, hevesen reagál bizonyos allergénekre. Megbetegedésről akkor van szó, amikor a test az allergénekre különböző, jobbára kellemetlen tüneteket reagál. Az allergia, a légúti allergiáról beszélünk, az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, ordugulás, szemhéjduzzanat, tehát ezeket a tüneteket ismerjük. Mivel a korai pollen szezon még a náthás időszakkal egybeesik, tehát még vannak valóban náthás betegek, akkor el kell tudnunk különíteni, hogy banális náthárról vagy allergiás náthárról van szó. Abban az esetben kell gyanakodnunk, hogyha a környezetünkben mondjuk már nincsen ilyen sok tüsszögős, orrfolyós beteg, tehát a nátha szezon lezajlik, illetve ha minden évben ugyanabban az időszakban jelentkezik. Dr. Csajbók Valéria elmondta, ha valaki allergiára gyanakszik, bejelentkezhet egy allergológiai szakrendelésre, ahol allergia esetén a megfelelő módszerekkel be tudják határolni a betegség okát, és megkezdhetik a kezelést, de egészséges életmóddal akár el is kerülhető a megbetegedés. Győzött és megőrizte 9 pontos előnyét a Nyíregyháza Spartakusszal szemben a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese az NB2 28. fordulójában lejátszott mérkőzésen Vári góljával 1-0-ra nyert a Vác ellen. A tabella második helyén álló Kisvárda vasárnap Szolnokon lép pályára. A forduló előtt a 6. helyen álló Vác ellen az első perctől kezdve támadólag lépett fel a Kisvárda, de nagyon sokáig nem talált fogást a fegyelmezetten futballozó vendégeken Kondás Elemér csapata. Az első fél időben főként a mezőnyben folyt a játék, de azért akadtak hazai lehetőségek. A 31. percben egy jobboldali beadást követően Lukács fejéről csúszott a kapu mellé a labda, majd közvetlenül a szünet előtt 19 méterről Ilics bombázott a kapu fölé. Az 56. percben megszerezte a vezetést a házigazda, Ilics baloldali beadásába Vári csúsztatott bele, a labda pedig a Váci kapu baloldalában kötött ki. A folytatásban valamivel bátrabb lett a Vác, de a kapuk továbbra sem forogtak veszélyben. A hosszabbításban Zöldesinek azért még védeni kellett egy nagyot ahhoz, hogy a Kisvárda megszerezze a számára nagyon fontos 3 bajnoki pontot. Nagyon nehéz talajú pályán játszottunk egy jó ellenféllel. Nagyon sokat kellett tenni, sokat kellett dolgozni azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mai találkozót. Tettek is a játékosok rengeteget. De az ellenfelünket is dicséret illeti, mert amikor megvolt a labda, akkor nagyon szervezetten és jól futballoztak, és azért ez emeli a győzelmünk értékét, hogy egy jó Vácot sikerült legyőznünk a mai napon, egy nagyon értékes győzelmet aratva ezzel. A Váciak vezetőedzője Nagy Tibor a vereség ellenére is büszke volt játékosaira. Úgy gondolom, hogy nagyon becsületesen játszottunk, megtettünk mindent azért, hogy sikerüljön pontot szerezni. Ugye nálunk hozzá kell tenni, hogy ugye mi ugye 7 nap alatt 3 meccset játszunk, nekünk a keretünk 15 főből áll, amiből 7 fiatal van. Tehát ezt nagyon nehéz így végigcsinálni. Ugye konkrétan az első sorból, az első 4 támadóból 3-an már nincsenek, vagy sérülés, vagy eltiltások miatt. És azért is vagyok büszke a srácokra, hogy így, hogy ennyi fiatallal sikerült egy szoros eredményt elérnünk egy jó Kisvárda ellen. A forduló további eredményei a következők: Moson-Magyaróvár-Budaörs 1-1, Grosics Akadémia Soroksár 2-0, Sopron-Nyíregyháza Spartakusz 4-5, Kazincbarcika-Gyirmód 2-3, Győr-Budafok 2-1, Zalaegerszeg-Szolnok 2-3, Siófok-Békéscseva 1-2, Csákvár-Cegléd 2-0 és MTK-Budapest-Dorog 0-0. A tabella élén az MTK áll 65 ponttal, megelőzve az 54 pontos Kisvárdát és a 45 pontos Nyíregyháza Spartakuszt. A Kisvárda a következő fordulóban Szolnokon lép pályára. 6 pontos győzelmet aratott a tehetséges fiatalok otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttesen 83-77-re nyert Budapesten, és sikerével fővárosi riválisát megelőzve fellépett a tabella 3. helyére. A kék cápák pénteken a Miskolcot fogadják a Continental Arénában.
A várakozásoknak megfelelően szoros meccshez vívott egymással az NB1B két élcsapata. Az első negyedet 2 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc viszont 7 ponttal a nyíregyháziaké lett. A folytatásban többnyire a vendégek vezettek, 67-73-nál eldőlni látszott a meccs, azonban a TF pillanatok alatt fordítani tudott. A cápák azonban visszavették a vezetést, és a végül 25 pontig jutó Nagy Krisztián, valamint a 22 pontot szerző Stojanovics vezérletével megszerezték 16. bajnoki győzelmüket. Végig nehéz mérkőzés volt, igazából az utolsó 1 percbe dőlt el a mérkőzés, hála Istennek a javunkra. Felkészült volt a TF, illetve mi is felkészültünk belőlük, ez látszott is a pályán, hogy az elején nem nagyon bírtunk egymással, egy pár ponttal vezettek ők, aztán mi, de úgy gondolom, hogy a fizikális felkészültségünk nekünk jobb volt, és talán ezzel sikerült megnyerni a mérkőzést. A győzelemhez kellett a jó tripladobó százalék is. A vendégek 24 kísérletből 12-3 pontos kosarat szereztek. Szrzán Stojanovics és Nagy Krisztián egyaránt 5-ször talált be a 3 pontos vonalon túlról. Sokat készültünk erre, hogy a kinti dobásainknak nagy hangsúlya lesz. Több dobóedzés is volt a múlt héten. Ezekkel készültünk rá, illetve nagyon örülök, hogy a Szrzának is és nekem is jó formán volt, és jó százalékkal dobtunk. Az NB1B piros csoportjának élén az oroszlány áll 20 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve a 18-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet. A harmadik Nyíregyháza Blue Sharks és a negyedik tehetséges fiatalok 16 győzelem mellett 8 vereséget számlálnak. A két cápák pénteken a Miskolc csapatát fogadják a Continental Arénában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 10,5 milliárd forintból épül új gombaipari komplexum Nagykállóban. A komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ közel 300 embernek biztosít majd munkalehetőséget. A korszerű, környezetbarát rendszer az év minden szakában európai minőségű és mennyiségű áru előállítását teszi majd lehetővé. A pálinka nagyhatalomnak számító Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzséri Pálinka Manufaktúra nemzetgyőztes címet vehetett át a világ egyik legismertebb megmérettetésén, az Ausztriában évente megrendezett nemzetközi desztilláta párlat versenyen. A nemzetgyőztesnek járó érmet és oklevelet a Szatmár-Beregi Pálinka lovag Komáromi János, a Tuzséri cég ügyvezetője vehette át. Magyarországon évről évre nő az allergiás megbetegedések száma. A betegség növekedésének okai között szerepel az urbanizáció, a levegőszennyezettség és az egyre több génkezelt élelmiszer fogyasztása. Az adatok szerint ma már 10-ből 3-an szenvednek valamilyen allergiától. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, április 3-án kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A nyugat-európai ciklon előoldalán délies áramlással továbbra is melegebb levegő éri a térségünket, erősödik a nappali felmelegedés. Az előttünk álló éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Éjszakára a gomoly felhők eltűnnek, csapadék nem lesz. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, éjszaka átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Csütörtökön hideg front éri el térségünket, hatására többfelé alakul ki eső, zápor, helyenként zivatar. Pénteken napközben már egyre kevesebb helyen várható csapadék, majd a felhőzet is csökken. A hétvégén sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, ismét erősödik a nappali felmelegedés.